kesztyűs, akkor itt van szintén készségfejlesztő játék, amely például ugye a különböző bele kell találni a különböző lukakba. Ilyen és ehhez hasonló játékokat kaptak az egyesületek. A játékok 0-tól 8 éves gyermekeknek készültek. Egy-egy csomag értéke 12,5 000 dinár. A csomagot igyekeztek aszerint összeállítani, ami leginkább megfelel az adott civil szervezetnek. Figyelembe vettem azt is, hogy beltér, illetve van-e kültér is, hogyha van kültér, akkor hintát is tudtak kapni a pályázók. Tehát megpróbáltam egy kicsit úgy szétosztani a csomag tartalmakat is, amely a készségfejlesztéshez a legmegfelelőbb ahhoz a korosztályhoz, amelyel a civil szervezet foglalkozik. Az MNT pályázatára 15 civil szervezet jelentkezett, 8-an pályáztak sikeresen. A legfontosabb feltétele az volt, hogy minél jobban kihasználják majd a csomag tartalmát az egyesületek. A Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete is a sikeres pályázók között van. Nagyon sokat jelent nekünk, tehát játékcsomag van benne, illetve két babzsák és egy hintaló, fejlesztő játékok, amit mi szinte heti rendszerességgel használunk a Baba Mama Klub keretein belül, ami az egyesületünk berkein belül működik. Az MNT ugyanebben az időszakban az egyházak számára is pályázatot írt ki, közöttük szintén 8 képességfejlesztő csomagot osztanak szét egy hét múlva.